Sziasztok! Ma folytatom a Mount & Blade 2 Bannerlord végigjátszásomat, és itt maradt abba, ugye, hogy az előző részben, hát az előző rész az mondjuk úgy, hogy kicsit rossz volt, mert Porosz városát, Zeonikát, Amitatiszt és Epikrotea városát elveszítettem. Ja, a Batániaiak ellen. Na de arra gondoltam, hogy legyőzöm az Azerájukat, utána legyőzöm a Kazájtokat, és utána foglalkozok a Batániaiakkal. Szóval, ostromra fel! És... ja, kell tartsam a békét amennyire csak lehet. A Batániaiakkal. Na meg persze, jó lenne még nemeseket meggyőzni, hogy átálljanak hozzám. Már szerintem Batánia most egy ideig tartani fogja a békét, mert ugye szereztek tőlem területet. Sajnos. Oké, amúgy reggel támadunk. Kell a faltörőkos is. Neked annyi, viszlát. Bár attól félek, hogy ha faltrőkosom lesz, belaggol a játék, szóval nem kell. És támadunk. Több mint kétszer annyian vagyunk, szóval elfoglaljuk a várost. Easy be. Utána pedig megyek egy másik területet foglalni. Tervem az, hogy bemegyek és kinyitom a kaput. És akkor... beözöllenek az embereim. Oh. Lol. Ó, ennek a toronynak lassan annyi. Annak annyi. Oké, már csak egy torony maradt. Fenébe. Nem biztos, hogy ez menni fog. Ám bár az íjászaj meg egész szépen tizedelik az ellenséget.
Ez itt valójában bugos, mint a rohadt élet. De jó, és még pont, hogy ez a torony maradt meg, és nem a másik, amelyik nem bugos. Ha, király. Ó, hogy kapnátok be. Ám bár az íjászok elintézik a védőket. Mint általában mindig. Mondjuk néhányan bent vannak. Jaj, hogy mennél az anyukád, nem mondjam hovájába. Nos. Néhányan bejutottak, de ez nagyon bugos. Amúgy valójában nem gond, mert valójában az emberek bebug... What? Mi van? Oké. Okay. Valójában bemennek ezek a falon keresztül. Ó, hát akkor easy. Hát nem kell ide ostromtorony, hát bemennek ezek át a falon. Ó, te jó ég. Na jó, amúgy nagyjából ennyi volt akkor. Bemennek a falon keresztül. Mire ide ostromtorony? Ó, bakker. A veszteség az azért még van, de nagyjából vége. Ostromtorony, mire ide az? Nos, ez valójában nagyon jó volt. Ó, te jó ég. Én mind nézem, hogy a fenébe mennek ezek be, hogyha... az ostromtorony bugos. Hát persze, át a falon. Legyen a tied. Jó, foglaljunk el egy másik területet. Irány Szimiravára. Ez nagyon jó volt amúgy, tényleg. Amilyen rosszul indult, olyan jól végződött. 149 foglyom van. Azért vagyok olyan lassú, mert ilyen sok a foglyom. Oké, itt nincsen mindössze 169 védő. Oké, amúgy fogok építeni ostrom, vagy faltrőkost is. Hát a seregem kohéziója naponta ugye sok pontot veszít, de ez van. Le akarom győzni az azarályokat teljesen. Mennyi amúgy a charm képesség? Már 178-as. A probléma az, hogy nem növekszik, mert nem, nincs fejlesztve. Ám bár jó lenne fejleszteni inkább a leadershipet még, vagy a steward. Sok mindent kéne, hogy őszinte legyek, fejleszteni. Ám bár ezt csak leautomatikázom, mivel nagyon kevesen vannak. 80... 124 halott. Oké. Az talán egy kicsit nagy veszteség volt így hirtelen.
Na de mindegy. Rendben, az azerájoknak itt már nincsen területe. Irány ide. Le akarom győzni őket teljesen, az azerájokat. Ahogy elnézem, nekem kell a kezembe vegyem itt az irányítás, mert ugye mégiscsak én vagyok itt a főnök. Vagyis, nem mindig, oké, ezt már támadják, nagyon helyes. Megyünk Karisába akkor. A Joron klán nem nagyon kedvel, mi a fene? Az a sas, ez. Oké. Bár ha minden igaz, a seregem hamarosan széthullik. Szóval legyen az, hogy armies. Disband army. Create a new one. Oké, létre is hozok egy másikat, és irány tovább. Irány Karisa, utána pedig Sanala. Elegem van az azerájokból. Most már legyen elég az azerájokból amúgy. Utána pedig Kergitek. Amúgy nem lehet olyat, hogy adni nekik célpontot? Traveling to Karahan. Raiding Abghan. Abghan, vagy mi a bánat? Na mindegy. Amúgy nem igazán vettem még észre azt, hogy lehetne célpontot adni a seregeknek, ugye, amiket a nemeseim összeszednek. Ami elég furcsa. Pedig valójában kéne lehessen. Ugye adni nekik egy célpontot, hogy mit támadjanak. Jó, hogy ezt már támadják? Oké, akkor én megyek. Na várjunk, Batánia lehet amúgy? Szerintem Batánia. Ja, Batánia az. Bár az itt lévő batániai seregnek nincsen élelme.
Oké, nem is támadják már a várost, támadom én. Rendben, és akkor nappal pedig támadok. Pont ideért még egy sereg. Azt hiszem az egyik ostromtornyot keményen lövik, vagy a faltrőkost. Amúgy attól félek, hogy laggolni, belaggol a játék, hogyha betörik a kaput. Ja, ott van katapultjuk. Ajajaj. Ne engem! Hehehe!
Ó, hogy már bent vagyunk! Oh shit! Ó, hát oké, hát jók vagyunk, betörtek ezek ide már. Ó, nagyon jó! Easy, gyerünk fiúk, foglaljátok el a várost! Gyerünk! Mi? Ezt hogy nem kapja el? Fenébe. Egyet eltaláltam. Még egyet. Meg még egyet. Az mellé megy. Ah, majdnem. Ah, szóval csak nem laggolt be a játék a faltrőkos miatt. Nagyon helyes. Nagyon-nagyon helyes. Felkoncoljuk a védőket. Ám bár azért van veszteség, 118-an meghaltak. De a lényeg, hogy győztünk. És egy újabb terület. Jó, kinek adjam oda? Legyen Akrumé, mert neki nagyon kevés, vagy azt hiszem egy területe volt, vagy van. Irány ide. Ezer védő! Ó, várjunk, ezek az elefterójok. Oké. És akkor most egy critical success. Oké, 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 oké. Király! Tarik? Nem lehet. Karit? Oké, okay, critical success. Success. Ez igen! Már megérte ide jönni. Advan. Ó, ineffektív, jó, mindegy. Ineffektív, és akkor most két critical success. Egy? Á, már el van szúrva, de mindegy.
Akkor most egy Critical Success, de extra extra kritikálba most. Ah, francba! Ah, surrender or die! Amúgy, vagy 1000 védő van itt a városban. Nem lesz egyszerű elfoglalni ezt a várost. Azt a rohadt élet! Azt bekapta. Nem már, ez komoly. Azt kapta. Ó, te jó ég. Az, hogy beleszaladt. Ja, az kapta. Na várjunk, armies. Jaj, jelenleg csak nekem van seregem, wow. Six days. Jó, mindegy. Valójában 900 védő szerintem nem is olyan sok. Mert az én embereim jobbak. Ők vannak 900-an, mi pedig vagyunk majdnem 730-an, ugye, meg ugye, amíg van 44 sebesült, szóval oké. A legjobb az egészben, hogy néhányan átálltak hozzám megint. Mondjuk ez a csávó egyedül van. Nincs csak lányába, csak ő. És csak tier 3-as. Jó, mindegy. A védők veszítik a katonákat. Oh! Oh! Kitámadnak! 1271 a 738 katona ellen. Nagyon jó! Nagyon-nagyon jó, mert kitámadnak. Ah, király! Király, 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 király. Hú, na jó. Ezt ha megnyerjük, az azerájuk elveszítik a területeiket. Szóval meg kell nyerjük. A rohadt élet, de menjen, ők vannak 638-an. Ó, bakker. Nos, ők egy kicsit többen vannak, mint mi. De győzünk. Győznünk kell. Boom!
Valójában az egységeim jönnek hátra, mert hogyha kapok erősítést, akkor ne az ellenség hátába jöjjön be az erősítés. Nem lesz itt probléma, mert ugye leginkább milicisták meg újoncok. Oké, ha jól látom, rendeződnek. De... szerintem az íjászaim le tudják szedni őket. Az ellenségnek van 287 íjásza. De jó ég.
Még több erősítés, wow! A francba! Rendezzük sorainkat, gyorsan, 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 vissza, 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 vissza! Na basszus, még nagyon sokan vannak! A rohadt élet, még mindig nagyon sokan vannak! Rendezzük a sorainkat, gyorsan, gyorsan! A gyalogság azt támadjon. Az íjászok is. És a lovasság is. Még mindig van erősítés? Á, mondjuk ez már nem olyan sok. Kizárt dolog, hogy legyőznek amúgy. Most már kész. Kizárt dolog, hogy győznek. Mondjuk még nekem is van erősítésem. Hú, mi van itt, te jó ég? Gyerünk, támadjatok! Jé! Előre! Á, francba, nem már! Ó, erre meg bevisz egy ütést. Ó, te jó ég, nekem még rengeteg erősítésem van. Amúgy nagyjából ennyi volt a harc. Ja, ez egész jó volt. Ezt amúgy el is lehetett volna veszíteni, de... Ja, egy kis taktikával ugye meg kihasználtam az íjászokat. És győzelem lett belőle. Jóval többen voltak, mint mi. Hú. Király. Ezzel pedig megszereztem az utolsó Azeraj területet, ha minden igaz. Ami egész jó. Most akkor jöhetnek a kazájtok. Oké, okay, amúgy fel is oszlatom a sereget, már nem kell. És meg lett ugye a
Város. Rendben, ki kell osztani. Na, legyen az övé, neki nincs területe. Mondjuk neki sincs területe, de hát ő valójában egyedül van. Szóval ez a csávó valójában már nem zsoldos. Én úgy emlékszem, ő zsoldos volt, vagy egy másik klán volt ugye, hogy zsoldos, de ezek szerint ők nem azok. Amúgy, hogy őszinte legyek, nagyon nem szeretem ezt, hogy folyamatosan rájuk kell klikkelni. Szerintem sokkal jobb lenne, hogyha ugye ráklikkelsz, és akkor folyamatosan nyomhatod a supportot, mert ez ugye mindig, hogy klikkelj oda, vissza, oda, vissza, ez nem olyan jó. Rendben. Szóval, azerályok, terület, nincs többet. Ó, hogy hadban is állok a kazájtokkal. Na hát akkor nem kell legalább nekem hadat üzenjek. Na most akkor irány vissza. Amúgy Batániával mi a helyzet? Van egy olyan érzésem amúgy, hogy hamarosan támadni fognak. Azt nagyjából csak a Southern Empire-ral állnak hadban, de ugye a Southern Empire az... egy várossal rendelkezik. Az nem sok. Jó, hogy ezt a várat már támadják is a szövetségesek, vagy nemesek, ami egész jó. Nekem kéne szerezzek, oké, Oleg sereget gyűjtött össze, nagyon helyes. Nekem kéne szerezzek még némi katonát, és én is... és én is sereget gyűjtsek össze, bár jöjjek ide. Csak hogy nézzem meg, hogy mi a helyzet. Hogy elnézem, 600-as létszámú sereg, az jó. Argoront! Oh, wow! Ki gondolta volna? Ezren vannak. Oké, nekem valójában arra kell mennem. Egy az, hogy Argoront ugye vissza kell foglalni. Kettő, le kell győzni a sereget. Plusz talán rá tudok venni nemeseket, hogy csatlakozzanak. Amúgy én is felállítok egy sereget. De csak azért, hogy növekedjen a leadership. Nem másért. Meg ugye azért kell is, hogy legyünk kicsit többen. Ele... What?
Na ne! Ó, hogy az a... köcsög! Valójában csak zsoldosok amúgy akkor? Oké, nekik területet nem adok többet. Valójában csak zsoldosok. Én azt hittem, hogy most már nem zsoldosok, de hát azok, és egyből el is mentek. Remek. Road tools, mi a fene? Oké. Így az azerályok valójában csak megvannak. Remek. Hát ez eléggé szívás. Melion várát támadják, az hol van? Itt van. Legyen a tied. Valahogy Melion várát amúgy meg kéne védeni. Hát, hogy őszinte legyek, ez most szívás, hogy csak átálltak. Ha, fenébe. Amúgy hol van már ez a két csávó? Akiket hívtam. Bár ha jól látom, az egyiknek két katonája van, a másiknak négy. Szerintem harcolnak, és azt hiszem le is győzik őket valahol. Oké, elfoglaltunk még egy várat. Legyen a tied. Amúgy szerintem nem ide jön az a sereg. Szerintem célt váltottak.
Oké, neki be kell segítsek, utána pedig csak ostrom alá kéne vegyem a várost. És lehet, hogy kitámadnak. Szerintem jön az ellenség amúgy. Nagyon kevés lovasuk van, és leginkább gyalogság. És szerintem az is inkább újoncok nagyjából. Ó, oh, bakker. Nem támadnak ők? Nem. Nem ők akarnak támadni. Kilencvenkilenc sebzés, na nem árt. Na, ki a fene van még? Egy vagy két lovas talán.
Itt van még egy hadvezér, ugye? Ellene is segíteni kéne, utána pedig támadni a várost. Vagy azt hiszem zárom a videót, és akkor a következő részben pedig támadom a várost. Arrows! Onwards! Loose formation! Forward, men! Move out! Bowmen, sign up! Loose formation! Move! Forward! Oké, okay, a foglyokból nem veszek fel senkit, de a lootot azt vesszük. Ó, egy 300 fős sereg. Vagyis, bocsánat, nekem van 300, majdnem 400, nekik majdnem 700. Jó lenne kicsalni őket egy tisztább területre. Megtámadnám a város, de úgyse tudnák legyőzni ezret. Na jó, ám bár akkor kb. Ennyi lett volna, és akkor a következő rész pedig azzal kezdem, hogy ezt a sereget szét kell verjem. Amúgy lehet, hogy rá tudnám venni, hogy csatlakozzon az egyik. Talán. Hú, de... Ez itt, já Istenem. Majd vissza kell menjek. Amúgy területeket szerintem foglalunk. Tőlük. Várjunk, a seregek hogy állnak? Itt van ugye 600, majdnem 700, majdnem 500, 538, nekem 455. Van még olyan... van még vagy egy csávó, aki nincs seregben? Vagy kettő?
Ne! Eloszlattam a seregét. Miért nem az enyémet rakja előre? Szóval, hogy ne lehessen véletlenül se ráklikkelni, hogy feloszthatod a szövetséges seregét, miért nem az enyém van legelől? És akkor ugye egyből menedzs lenne. Oh, na mindegy. Jó, lényegtelen. Állj! Fenébe. Nem megyünk tovább. Jó. Na mindegy, ez szívás, de ez van. Amúgy létrehoz majd egy új sereget, csak ugye egy kicsit megutált emiatt, na de mindegy. Ja, kb. Ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!